Ne felejtsük el, hogy a bajnok esélyes Győrrel lejátszottunk egy 2-2-t, és nem akármilyen mérkőzésen. Úgyhogy természetesen minden mérkőzésen nyerni szeretnénk, de hát azért nem mindegy, hogy ki ellen játszunk, úgyhogy mondom, egy bajnok esélyes csapat ellen játszottunk. A játékosai mindent megtettek, a maximumot kiadták maguktól, úgyhogy én elégedett vagyok a döntetlennel. Külső körülményekkel lehetne most foglalkozni, de nem akarok, mert le kell higgadnom, mint ahogy mondtam, hónap után visszanézem azért a videót, és megnézem a szabálykönyvet, hogy mi van a szabálykönyve, hogyha valaki, egy sárgalapos játékos, kirúgja a sípszó után a közönség közé a labdát, hogy azért mit kell adni a játékvezetőnek. Véleményem szerint ilyenkor ki kell állítani, a másik dolog, a második gól előtti szituációnál véleményem szerint 2-3 méteres les volt, és a partjelző nem mindette be. Így most, ahogy a mérkőzés lezajlott, akkor azt kell mondanom, hogy szereztünk egy pontot. De viszont, ha nincs az a második gól, akkor kíváncsi lettem volna a mérkőzésre, vagy esetleg a kiállítása megvan. Tehát még egyszer mondom, egy Győr ellen hazai pályán a mi csapatunknak egyelőre még egy nagy siker, ha döntetlen tudunk játszani. Azért dolgozunk, és azért kell még a csapatnak nagyon sokat dolgoznia, hogy majd esetleg ezeket a jó csapatokat is meg tudjuk verni. De ha most megnézzük az összeállításunkat, hogy azért 21-22 éves játékosok játszanak, akik még alig játszottak NB1-be, tehát én azt mondanám, hogy ez nagyon-nagyon pozitív eredmény volt. Mi minden hazai mérkőzésen ilyen felfogásba szeretnénk játszani, de hát azért ne felejtsük el, hogy azért vannak olyan csapatok, akik csak védekezni jönnek ide az Üllői útra, míg a Győr egyértelműen nyerni akart, és ebből adódott egy jó mérkőzés.